aligha alakulhatott volna izgalmasabban ez a mérkőzés, de végül Kata Misinek köszönhetően megszereztük a 3 pontot. Hogy vagy, hogy élted ezt meg? Hát nem mondom azt, hogy nem voltam libabőrös, és nem a hideg miatt. Kata Misinek először is gratulálok azért, mert úgy tudom, hogy az első NB1-es gólja. A csapatnak azért, hogy megnyerte ezt a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy irányítottuk a mérkőzést, a mi akaratunk érvényesül. Két akkora helyzetünk volt, gondolok itt a 11-esre és az üres kapura, amit általában beszoktak rúgni. Ez nem sikerült, de így még édesebb az ünneplés és az örömünk, mert a legutolsó percben egy megpattanó lövéssel, de meg tudtuk nyerni a meccset, és igazán úgy gondolom, hogy megértem, mert nyertünk. Összességében a mutatott teljesítménnyel mennyire vagy elégedett? Hát ebben az elég nehéz helyzetben azt kell mondjam, hogy mindenkivel 100%-osan elégedett vagyok, még a pályamunkásokkal is, hogy ilyen jó füvet varázsoltak nekünk decemberben. Visszatérve a csapatra, úgy gondolom, hogy mindenki beletette azt, amit tudott, és azt, ami benne van. Végig hajtottunk, nem adtuk föl, éreztük belül, én is éreztem kívül, hogy ez a mérkőzés meg lesz valahogy. Nem tudtam, hogy, de végig lehetett érezni, hogy igenis valahogy nyerni fogunk. Így sikerült a végén, és fontos 3 pontot szereztünk, ami után jön még 2 mérkőzésünk 4-5 napon belül. Szóval ma még ezzel foglalkozunk, utána meg már készülünk a másik 2-re. Mit mondtál Misinek a gólja után, illetve hogy reagálta a csapat az ő találatára? Hát mindenki azért viccesre vette a figurát, én is megköszöntem neki, hogy az állásom megmaradt. Hát mindenki örült, mert Misi az nem az a nagy gólvágó típus, de hát múltkor a Kingi lőtte meg az első gólját, most a Miska. Ez is mutatja azt, hogy mennyire erősek vagyunk, és mindenki úgymond egy plusz motivációt és egy plusz dolgot hozzá tud tenni a csapatjátékhoz. Nem rúghatja mindig a csatára gólt, ugyanúgy a védőknek is van pontrugásoknál feladata. A fiatal játékosainkat fejlesztjük és foglalkozunk külön velük, így a kapura lövések és a befejezéseknél. Ezért külön öröm, hogy egy ilyen találatból sikerült megnyernünk ezt a fontos meccset. A múltkor ugye 2-0-ról jöttünk vissza a Honvéd ellen és szereztünk pontot, most az utolsó másodpercekben szereztük meg a 3 pontot gyakorlatilag. Szerinted mit árul el ez a csapat hozzáállásáról, a csapat tartásáról? Hát mindenből jeles. Tudjuk azt, hogy most azért ez a szituáció így nem egyszerű, mert azért lehet látni nálunk is, hogy vannak hiányzók, és olyan emberek is szóhoz jutottak már akár csereként, akár a cserepadon, akik nem gondolom, hogy gondolták azt, hogy itt a felnőtt csapatnál egyáltalán cserék lesznek. Ezért úgy gondolom, hogy mindenki bele tudja tenni a saját maga plusz motivációját. Egy fiatal csapatunk van, ezért azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ők fejlődjenek és úgymond tovább lépjenek innen, ahhoz igenis mentálisan is erősnek kell lenni. Süninek mondtál valamit a kihagyott helyzete után? Egészen zseniálisan kialakította magának azt az ittszert, aztán ugye mellé lőtt, nyilván előfordul az ilyen, de így, hogy megnyertük a meccset, így gondolom ez bocsánatos bűn. Igen, nagy erényem az, hogy megbocsájtó vagyok, ezért a Sőninek is megbocsájtottam ezt a tettét. Most azért is kellett neki futnia, hogy azért gondolkozzon el ezen. Nem félretéve a viccet, előfordul mindenkivel, egy nagyon szép támadás volt, egy olyan kontratámadás, ami nagyon szépen ült, és tényleg végigjátszottuk 0-ig. Ez most kimaradt, legközelebbi meccsen biztos vagyok benne, hogy be fogja lőni, és akkor úgymond neki se lesz keserű a szájíze.